Manapság az évszázados agymosás és hazudozás hatására báró hajnaú neve Hitlerével egyszinten lett zsigeri gyűlöletet, elhatárolódást és heves indulatokat kiváltóvá. Sőt, még nagyobb mértékben, hisz mik Hitlerrel az úgynevezett jobboldaliak egy része is szimpatizál, addig hajnaú esetében ez egyáltalán nincs így bőszült vadként próbálnak meg meddő és alacsony szintű emóciók, és hiányos eltorzított történelmi információk alapján mindenkit eltaposni és stigmatizálni, aki objektíven és principiumok alapján próbálja feltárni tevékenységét. Pedig alakján és tevékenységén keresztül nagyon fontos metafizikai és metapolitikai principiumokat lehet megérteni és szemléltetni. Így például azt, hogy minden cselekedetnek, így az árulásnak is következménye van. Ezt a modern, elkényelmesedett, egoista ember hajlamos elfelejteni, szőnyeg alá söpörni. Annak is következménye volt, hogy az aradi 13 tiszt elárulta a császárt és a királyt. A tradicionális világban kevés ennél súlyosabb bűn létezett. Ezek a császári királyi tisztek megszegve esküjüket részt vettek egy lázadásban, szembefordultak a császárral és királlyal, és fegyveresen szembefordultak a császári királyi csapatokkal. Tehát katona számára a legsúlyosabb bűnt követték el, hiszen katonailag fegyveresen szembefordultak azzal, akihez hűséges kükötötte őket. Az aradi tizenhármak már Ferdinánd király ellen is harcoltak, és természetesen felfokozottan harcoltak első Ferenc József ellen is. Tehát folytatólagosan követték el az esküszegést, az esküszegésből következő felségárulást és az uralkodóval való fegyveres szembefordulást. Nos, ezt abban az időben a világon mindenütt halállal és csakis halállal büntették és most is súlyos következményekkel jár. Az aradi tiszteket törvényes hadbíróság törvényes keretek között ítélték halára. Báró hajnaú hatáskörébe a tisztek halára ítélésének a végrehajtása és a kegyelem megadása vagy megtagadása tartozott. Hajnaú minden ítéletet felülvizsgált, és ha a kegyelemre a legcsekélyebb okot is felfedezte, akkor élt kegyelmi jogával. Sokaknak megkegyelmezett, de voltak, akiknek egyszerűen nem lehetett megkegyelmezni, mégpedig azoknak, akik a főbejáró bűnök legfőbejáróbjait elkövették. A történelmi hazugságok, a kommunista ferdítések, amelyeket ma is hirdetnek, azt mondják, hogy még az osztrák kormány is kénytelen volt annak idején mérsékletre inteni hajnaút, hatáskörének túllépése miatt nyugdíjazták és a többi. Nos, az igazság az, hogy hajnaú 1850. július 5-én kegyelmi záradékkal látta el 34 magyar pártütő halálos ítéletét. 23 szabadultak, a többiek ítéletét börtönbüntetésre enyhítette. Emiatt nyugdíjazták. Az ügyről ezt mondta a későbbiekben, a kegyelmezés jó téteményeit is gyakorolni akartam. Nyugodt, hideg, tartózkodó, erélyes és a katonák szeretik, írta róla gróf Szécsen Antal. Az uralkodóhoz mint haláli külséges volt. Hűsége következtében hajnauban az isteni szigor principiális minősége manifestálódott és egyben a kegyelemé is. Nem volt kegyetlen, főként nem volt bestiális. Nem utálta a magyarokat, hiszen később nagy gét szenved birtokot. Ami alapján eljárt a szabadköműves ihletettségű forradalom és szabadságharc bukása után, ami alapján gyűlöli a modern világ és legfőképpen a felforgató mozgalmak, az ez a principium hűség hűség az uralkodóhoz, az isteni középpont manifestációjához, és a jón és a rosszon túllévő szigor és kegyelem megfontolt érvényesítése eme uralkodó hűség jegyében. Ez az, ami annyira idegen a mai modern, antitradicionális embertől. Az a gyökér hazugság lépett a helyébe, hogy a cselekedeteknek nincsenek következményei, Principiumok nem léteznek, minden szabad, minden következmények nélküli. Lényeg a kényelem, a jól érzem magam érzése minden szigor, minden arra emlékeztető momentum, hogy a létezésnek megszabott isteni törvényei vannak, és ezeknek megszegése következményekkel jár akár egyéni, akár kollektív politikai szinten, hát mindez diktatúra, nácizmus, feudalizmus kívánása, deresre húzott jobbágyokkal, és a többi, és a többi. Ez a téveszme uralja a modern embert képtelen magában felkelteni az isteni centrum iránti kapcsolódást, hűséget, ami a külső, tradicionális világban az uralkodóhoz való hűségben manifestálódna. Szigor és uralkodó ezek szorosan összetartoznak, úgy politikailag, mint általában. A szigorúság csak az uralkodóhoz, a centrumhoz, a középponthoz való hűség viszonylatában válik, principiális isteni szigorrá. Nos, ez az, amit a magyar történelem egyik méltánytalanul leggyűlöltebb tett alakja képvisel. Természetesen megértjük és átérezzük az aradi tizenhármak tragédiáját. Kétségtelenül tragikus sors az övéké. De ha a létezést és a történelmet magasabb, történelem feletti metapolitikai szintről nézzük, úgy ezeket a megfontolásokat nem kerülhetjük el, és sorsukban a tradíció, antitradíció, kaliúga kezdete óta meglévő küzdelmét ismerhetjük fel.